Szeretettel köszöntök mindenkit ezen új esztendőben. Azért állhatok itt, mert a könyvtártól, a Hamvas-Budapest megyei könyvtártól kaptam felkérést, lehetőséget, hogy folytassam a 3 évvel ezelőtt itt a könyvtárban elkezdett előadásokat. Tekintettel arra, hogy egy új évet kezdünk, szeretném összegezni, hogy 51 éve élek Szentendrén. 35 éve foglalkozom célirányosan és intenzíven Szentendrével, és lehet mondani, hogy csak Szentendrével. Korábbi kutatásaimat fokozatosan félretettem, félretoltam, mindennek a helyét elfoglalta Szentendre. Na most az elmúlt másfél évtizedben, az idei év a 15., most januárral kezdődik a 15., amikor is a Partmozi Jóvoltából 2009 óta minden áldott hónapban itt a könyvtár jóvoltából harmadik éve tarthatok havonta egyszer előadást Szentendréről, Szentendre múltjáról, képzőművészetéről és sok érdekes témáról. Ez nagyon nagy mennyiségű előadás, több mint 150. Több ezer képet vetítettem le, persze ebben vannak időnként ismétlések is. Joggal kérdezheti, vagy gondolhatja bárki, hogy de hogy lehet ez lehetetlenség ennyit beszélni, vagy ennyi mindent elmondani Szentendréről. Én meg ilyen hosszú tapasztalat alapján azt tudom mondani önöknek, nektek, hogy kimeríthetetlen a téma. A történelem olyan hihetetlenül gazdag, sokszínű, sokrétű kincset rakott le ebben a kisvároskában, aminek a nagy része mind a mai napi különböző szakterületeket végigpásztázva, mind a mai napig nem lett módszeresen, tudományosan feldolgozva, felkutatva, nagyon sok az üres volt. Úgyhogy így magam is, Szántó Piroskát idézve, azt mondhatom el Szentendrével kapcsolatban, hogy máig sem tanultam ki a titkát, még egyre tanulom. És ez így igaz, mert minden újabb előadásnál és témaválasztásnál fölfedezek dolgokat, rájövök új dolgokra, tehát nekem is egy olyan élmény és olyan új impulzust adó lehetőség ez, hogy tényleg csak hálás tudok lenni ezért a két intézménynek, és nem utolsó sorban nektek maguknak, hogy megtisztelnek az érdeklődésükkel, és vannak, akik már 15 éve, mondhatom azt, hogy itt vannak minden előadásomon, úgyhogy ezt nagyon szépen köszönöm. Tegyétek továbbra is így, mert ez azért sokat segít. És akkor, ha Judit eloltanád a villanyt, megköszönném. Azt a címet adtam a mai előadásomnak, hogy a 100 évvel ezelőtti város. Nem rejtem véka alá, hogy ezzel a mai előadással ezután következő további 5 előadást szeretném bevezetni és megalapozni, ugyanis ma azt a Szentendrét fogom nagyon-nagyon töményen, ha jól emlékszem, 72 segítségével érzékeltetni, amely várost a festők a körülbelül 100 évvel ezelőtt, tehát az 1920-as években itt találtak, azt a várost, ami megragadta őket, ami ide bilincselte őket, amitől nem tudtak többé sokan, kifejezetten sokan egy életen keresztül, évtizedeken keresztül, vagy eleve itt telepedtek le, vagy rendszeresen visszajártak Szentendrére, és a kitűnő műalkotások százaid, de talán ezres nagyságrendet, ezreit hozták létre egy bő fél évszázad alatt.
Tehát keresem én is mind a mai napig a titkát Szentendrének, és ezért mondtam el az elején, hogy mennyi ideje lakom itt, és tudom, hogy a hallgatóság közül is sokan itt élnek Szentendrén, és mégis új és új arcát tárja fel előttünk, ha kellő időt szentelünk rá, kellő kíváncsisággal, kellő érdeklődéssel fordulunk felé, és vesszük az időt, fáradtságot, hogy minél jobban behatoljunk a titkaiba, és megálljunk a kérdések előtt, illetve megpróbáljunk választ kapni azokra. A Dunáról nézve, a Duna felől nézve, vagy a Szentendrei szigetről nézve egy igen kis városkát látunk, ami abszolút belesimul a tájékba, egyedül a templom tornyai magasodnak az ég felé, itt ezen a századfordulós, 19.-20. századfordulóján készült képeslapon 4 templom tornyot látunk. Összesen 7 temploma van Szentendrének itt az óvárosi részben. Ja, még annyit szeretnék elmondani, hogy az előadásaim a múltban is, és az előttünk lévő fél évben is túlnyomó részt, ha nem is kizárólagosan, túlnyomó részt az óvárosról szólnak. Időnként elkalandozunk egy-egy téma vagy képzőművészeti alkotások kapcsán Izbégre, Pismányba, de a történet java, sava, borsa az itt ezen a 8-900 méteres, tehát szűk 1 kilométer hosszúságú Dunával párhuzamos szakaszon játszódik, és a Duna és a mostani 11-es út közötti részt határozzuk meg az óváros szélességének, úgy mondjam, akkor is 500 méternél többet nem igen tudunk mondani és meghatározni. Tehát egy kicsi városról van szó, tájba simuló, innen nézve úgy tűnik, hogy semmi olyan extra dolog nincs. Sok ilyen kisváros volt az országban ebben az időben, ami hasonló képet mutatott. A 100 évvel ezelőtti Szentendrére kétféleképpen lehetett eljutni, például a fővárosból, az egyik vonaton, ahogy annak idején mondták, vagy hogy a helyiek mondták, a kávédarálón, ez az 1884-ben beindított helyi érdekű vasút, a vasútállomás az most is ugyanaz, mint amit ezen az régi felvételen látunk, csak az épület más egy kicsit, illetve ki lehetett jönni Szentendrére hajóval is, és akkor is hasonló, vagy a hajóról is hasonló látványt kapott az ide érkező, mint amit az előző képeslapon mutattam. A hajókikötő és a korzó, illetve a Dunapart a városnak egy igen fontos, állandóan eseménydús, itt például jobb kézről látunk ilyen piaci vásáros sátrakat, tehát érthető módon itt kötött ki a hajó, hogy naponta hányszor ez időben változott, nyilván ahogy napjainkhoz közelítünk, úgy egyre gyakrabban a kezdeti időkben csak naponta egyszer jött ki Pestről a hajó. Tehát ez a partszakasz, a korzó körülbelül így nézett ki, és egy fontos része volt a város közösségi életének. Ha a hívvégállomás felől érkezett az, aki a városba jött, akkor 50-60 méter séta gyaloglás után elérkezett ebbe az utcába, a Kossuth Lajos utcába, és ezen keresztül haladva, ami ugyancsak egy
kis távolság folytathatta az útját a város szíve felé. Ez az első városkép, amit mutatok, vagy utcakép, és ezért itt szeretném elmondani azt egy-egy szóval összefoglalva, hogy milyen is Szentendre, és hozzá kell tennem, ma is. 100 évvel ezelőtt még inkább, még erőteljesebben érvényesültek azok a kifejezések, hogy ezt a kisvárost jellemzi az intimitás. Az intimitás alatt azt értem, hogy kis távolságok vannak, keskenyek az utcák, szinte minden utca, ha eddig nem vettétek észre, vagy nem vették észre, ezentúl figyeljék ezt is. Decemberben a Partmoziban tartottam egy előadást, ahol ezeket a témákat is felvetettem. Tehát szinte minden utca ír egy ívet, nem teljesen egyenes. Ez azért fontos, mert amikor elindulok a Futó utcán, a Dumcsa Jenő utcán, itt a Kossuth Lajos utcán, az Alkotmány utcán, a Hunyadi János utcán és Bogdányi utcában sorolhatom tovább, mikor elindulok, akkor nem látom a végét. Nem tudom, hogy hova fogok megérkezni. Ez ad egy titokzatosságot, ez az egyik következő jellemzője a városnak, hogy elrejti magát a szem elől, és néhány 10 méter megtétele után föltárul egy újabb arca, hogy aztán egy újabb 20-30-40 méter múlva megint két felé ágazzon, például az Alkotmány utca és Hunyadi János utca esetében, és rögtön mind a két utca vesz egy kanyart. Tehát nem csak, hogy kétfelé ágazik, hanem nem látom és nem tudom, hogy merre folytatom tovább. Tehát az intimitásnak ez az egyik fő oka. Nagyon jellemző a városra a zsúfoltság, a zegzugosság, a lejtők és emelkedők váltakozása és az egész óvárost jellemző jelenléte. Hogy ez mennyire így van, arra hadd juttassam eszükbe, vagy példaként hadd említsem meg azt, hogy Szentendre történeti óvárosában, tehát nem a távolabb eső részeken, a történeti óvárosban 4 olyan helynév van, ami magyarázza ezt az utcáknak az emelkedését, lejtését, a kaptatós kis utcákat, ahogy szokták mondani. Paprikahegy a város déli részén, egy magaslat a Bükköspatak mellett. Szamárhegy itt bent az óvárosban. Hegynek nevezik, eléggé meglepő lehet a kifejezés, de ebben mondjuk nem Szentendre az egyetlen város, ahol a történelmi városrészben Szamárhegy nevű rész van. Templomdomb, ugyancsak itt az óvárosban, ahol a középkori eredetű római katolikus plébánia templom áll. Tehát a helynevekben is kifejezésre jut ez a térszíni adottsága jellemzője a városnak. Éveket és kanyarokat említettem már, a kiszámíthatatlanság a látványban, az előbb elmondott tagból következik. Gyönyörködtető kócosság, összevisszaság, erre fogok mutatni jó néhány fotót, régit és most készültet is, hogy érzékeljék azt, és higgyék el nekem, hogy biztos vagyok abban, hogy sokan hiába élnek itt régóta, velem is ez történt egyébként, saját tapasztalatból is tudom ezt megerősíteni, hogy az ember nem vesz észre olyan dolgokat, amik mellett naponta akár elmegy, de nem tudatosodik. Tehát gyönyörködtető kócosság, összevisszaság az épített környezetet illetően.
Ugyancsak az épített környezetet illetően elképesztő kontrasztokat látunk méretben, színben és formában, mármint az épületek méreteiben egyemeletes, gyönyörű barokk épület és ilyen kis viskószerű pici ház simán megfér egymás mellett. Egy nagyon izgalmas és nagyon érdekes városképi látványt nyújtva. Igen, ez már mind megvolt. Földszintes és emeletes, kis és terjedelmesebb, homzokzatú, illetve tűzfalú házak, rendezetlen egymás mellettisége. A falusias utcakép, emeletes polgárházak, tekintélyes barokk templomok váltakozása néhány tíz méteren belül. Na, ez az a tömör jellemzése a városnak, ezeknek egy részéről már korábbi előadásaimban is tettem említést, de úgy érzem, hogy mivel egyrészt mindig vannak új hallgatók, a mostani előadás fölkerül a YouTube-ra, tehát bizonyára lesznek olyan emberek is, olyan hallgatók is, akik eddig kevésbé figyeltek oda az elmondottakra. Tehát végigjöttünk a Kossuth-Lajos utcán, jobbról láttunk végig földszintes utcák, voltak és vannak most is. Egy kivétel volt az emeletes 18. századi tekintélyes épület, az eredeti nevén Pajor Kúria, ahol ma a Ferenci Múzeum található. Végigjöttünk a Kossuth-Lajos utcán, és elérkeztünk a Bükkös patakhoz. Ezen a felvételen a Bükkös patakot látjuk. A Bükkös patak Szentendrének olyan, mint Nagybányának a zazar. Rengeteg festő festette meg különböző megközelítésekből, keresztül folyik a városon, sok történet fűződik hozzá, időnként iszonyatos károkat okozó áradásra képes, ugye jön le a Pilisből és hozza magával egy nagyobb elsőzés tartósabb felhőszakadás során, nem tudom, láttak-e már ilyet, ijesztő sebességgel és robogással vágtad be a Dunába. Ez a most csendes Bükkös patak, ami a 100 évvel ezelőtti Szentendrén még ilyen életképeket mutatott. A háttérben látják, gyerekek ülnek a parton, illetve a hozzánk közelebb eső részen libák fürdenek és legelnek, vélhetően a háttérben ülő gyerekek őrzik őket. Tehát a történelmi óvárosban, ahol komoly műkincseket őrző 18. századi szerb ortodox templomok tornyai magasulnak az égre, tőlük 50 vagy még annyi méterre se, ilyen teljesen falusias életképeket, életképekbe ütközhetett az, aki a 10-es, 20-as, 30-as években Szentendrére jött. Bükkös patak partján vagyunk szintén egy kicsit beljebb, mint az előző felvételen. Nézzék meg ezt a csodálatos városképi látványt, amit úgy képzeljék el, hogy a mögöttem lévő helyről, azaz a Paprika hegyről készült ez a felvétel. Alant folyik a Bükkös patak, és szemből megint sorakoznak a templomtornyok, és itt is egy tájba simuló kis várost látunk, de azt érzékeljük például a szemközti épület íves kapujával és teljesen szabálytalan homlokzatával, hogy itt építészeti szempontból is érdekes és különleges látványokban lesz részünk. Ez a bizonyos kapu, amit az előbb távolabbról láttunk, a Bodorház kapuja, most van egy olyan szándék, tavaly többünket megkerestek az önkormányzattól, hogy van-e régi felvételünk, fotónk az épület homlokzati részéről, kapujáról, mert felmerült, hogy esetleg visszaépítenék, sajnos időközben
elbontották. Tehát ez is egy olyan látvány, ilyen a 20-as, 30-as években, vagy akár korábban a századfordulón nagyon sok volt Szentendrén. Menjünk tovább. Ugyancsak egy városképi látvány a Paprikahegyről, és ez is egy távolból vett rálátás a városra. Na most, amikor ilyeneket mondtam, hogy zsúfoltság, hogy kócosság, hogy olyan érzése van az embernek, hogy rendezetlenül simulnak, szorulnak egymáshoz az épületek, akkor az ezen a felvételen is nagyon jól látható. Tehát itt most már egy kicsit behatoltunk a város testébe. Mindegyik épület, amit ezen a felvételen látunk, a templomokat is beleértve, 18. században épült, keletkezett, és láttatja magát egyedül jobb oldalt a városháza, neobarok homlokzata az, ami 1924-ben épült, de a mai városháza földszinti része az 18. századi, és erre épült rá 1924-ben egy emeleti szint, és kapta meg ezt a homlokzatot, tehát a városháza is ilyen értelemben. Na, elérkeztünk, vagy lépjünk vissza a távolból vett látványtól a Bükkös-patak hídjához, és induljunk el ezen az utcán, ami a 17. század végi egyik forrásban a Pápisták utcájaként szerepel, aztán később ez a fő utca, 1890-es évek óta, 94-97, nem emlékszem pontosan, óta pedig a város első legendás polgármesteréről, Dumcsa Jenőről kapta a nevét. Egy rövid ideig, az 50-es években Rákosi utca volt, de hamar visszakapta az eredeti nevét, mármint a Dumcsa nevet. Tehát ez a Dumcsa Jenő utca. Ha most meg kéne röviden fogalmazni, hogy hogy néz ki ez az utca? Hát amikor úgy jövök el, úgy érkezem meg Szentendrére, hogy egy barokk kisvárosba érkezem, ami tele van 18. századi polgárházakkal, emeletes polgárházakkal. Nem ilyen utcaképre vagyok felkészülve, azt hiszem. Tehát itt is egy olyan titok, látványtitok és tartalmi titok van elrejtve, hogy elképesztő. Tehát ez egy olyan falusias utca, mondjuk ki, ami akármelyik kisvárosba elhelyezhető lenne. Nincs benne semmi jellegzetes, nincs benne semmi különleges. Egyetlen egy emeletes épülete van a baloldali, baloldalon a második épület, különben úgy tűnik, hogy jellegtelen földszintes házak sorakoznak tovább. Többször tartottam már előadást, sőt úgy emlékszem, hogy volt olyan is, amikor csak ez az utca volt a tématárgya, ugyanis építészetileg a Dumcsa Jenő utca nem egy kimagasló utca, majd látni fogjuk a beljebb eső részekhez képest, viszont humán értékben az itt élő, született, egykor lakóként jelen volt személyek vonatkozásában a város egyik legértékesebb utcája. A város két nagy szülötte, csak ennyi példát nem ragadok bele a témába, az Európa szerte ismert és sztárolt 19. század második felének híres tenorista, operaénekes Steger Xaver Ferenc itt ebben az utcában született, és a Veles Réenszem közti házban született a szerbek Jókaija, Jakov Ignatovics szerb író, akinek tavaly ünnepelte a város születésének 200. évfordulóját, tehát két ilyen az ország, nem csak a város határain kívül, hanem az ország határain kívül is ismert és elismert nagyság született
ebben az egy utcában, és ezzel nincs a történet vége. Ugyanezt az utcát látjuk, ha már bejöttünk, és innen tekintünk visszafelé. A templom mellett, vagy a templom alatt folyik a Bükkös patak, és a templomtól jobbra helyezkedik el a Paprikahegy, amit most ettől az emeletes épülettől nem látunk. Ha megnézzük az útburkolatot, járda ugyan van, de hát eléggé sárosnak, vidékiesnek, falusiasnak látjuk ezt a, látjuk az utcaképet, ezen a 10-es, 20-as években készült képeslapon. És ha tovább megyünk, akkor az előző képen azt láttuk, hogy egy pici ívet vesz az utca a vége felé, tehát eltakarja azt, ahova be fogunk érkezni, nevezetesen ezt. Tehát amikor én elindulok a Duncsa Jenő utcán, a Bükkös pataknál, nem látom ezt a gyönyörű, a város szívének, a, lehet mondani a legkülönlegesebb, vagy egyik legkülönlegesebb épület együttesének a látványát. Nem tudom, hogy hova fogok megérkezni. Itt vagyunk Szentendre főterén. Bálint Endre azt írta egyik Sorsomról van szó című könyvében, ha jól emlékszem, ott jelent meg egyik írásában, hogy a főtér, a szentendrei főtér osztrák kisvárosok tereire emlékeztet. Ennek a térnek egyik a Duna felé szaladó Görbe utcájáról Csontvári Tivadar nyugodtan megfesthette volna valamelyik Aténi utca című képét. Egy másik utca, amely a Dunával megy párhuzamosan, Utrillo francia kisváros utcájáról festett képének lehetne modellje, míg a templomhegynek kapaszkodó boltíves szűk utcácska lépcsőivel olasz emlékeket ébreszt. Na most ennek a Nyugat-Európában is tanulmányutakat tett festőnek ez a meglátása, hogy mi minden karaktert és mi mindennel hasonlítható ez a különleges főtér, ez ilyen jól kevesen fogalmazták meg, és a természetesen festő lévén a művészek területére elkalandozva hozott hasonlatokat Szentendre főterére. Tehát csak, hogy mindenki számára világos legyen, középen látjuk a középkori, ám török alatt elpusztult és a barokk korban újjáépített római katolikus plébánia templom tornyát, alatta karéban szorosan, mint a torta szeletek egymáshoz tapadó, túlnyomó részt emeletes polgárházak helyenként, hogy ne legyen olyan egységes a kép, egy földszintes ház is elhelyezkedik. Jobbról látjuk a mind a mai napig szerbortodox templomként működő Blagovestenska szerbortodox templomnak a tornyát, és mellette ezt a bizonyos épületet, az úgynevezett kereskedőházat, ami a 18. században épült, az egyik első épület, ami a szerbek betelepülése után felépült, 6 különálló épület volt, 6 keskeny épület, mindegyik között egy kis udvar szakasz, mindegyiknek az épület másik oldaláról megvan most is a bejárat, a keskeny lépcsőkkel tudunk felmenni. A tipikus kereskedőház modelljét hozza, föld alatt pince, utcai szinten üzletek fölött
kereskedő lakása, illetve a padlástérben látjuk, hogy milyen meredek a tehát nagy belmagasságú padlásokról van szó szinte mindegyik ház esetében, az pedig áruraktárként szolgált. És hát amit önmagáért beszél, a képeslap 20-as, 30-as években készült, teheneket látunk vásáros bódékat látunk, a főtér korábban piactér hozza még a 20. század első, megőrizte még a 20. század első felére is ezt a kisvárosias, a praktikum jegyében megélt arcát és funkcióját is. Ugyanerről a főtérről, háttérben ugyanez a hat részből. Egy tűzvész után építették össze egy közös tető alá ezt a hat eredetileg önálló kereskedőházat. Egy másik felvételt látunk, hogy kik állnak itt az utcán. Olyan sok mindent le lehet az ruházatukból szűrni, vagy következtetni, de érdemes egy pillantást vetni az útburkolatra, szépen le van már kövezve, mind a két oldalon járda van, ami majd, mint látni fogják, egyáltalán nem magától értetődő és jellemző az óváros minden utcájára. Hát ez az egyik legrégebbi felvétel, 1875-ben üvegnegatívra készült Szentendre főteréről. Itt a másik oldalt látjuk, az előbbi hat részből álló kereskedőházzal szemközti oldalt, ahol a korona étterem van, már akkor is vendéglő, vendégfogadó volt ezekben az épületekben, vagy ebben az épületben, háttérben látjuk az egyik egykori szerbortodox templom, a Csiprovacska templom, majd 1940 óta a római katolikus egyházhoz került vétel útján a szerb hívek megfogyatkozása miatt. Ebbe sem mennék most bele, tehát a templom 18. századi, de most már nem az ortodox, szerb ortodox egyház használja, hanem a római katolikus egyház, középen pedig azt az egyik leghíresebb szakrális műemlékét láthatjuk a városnak, ami a szerb privilégiális kereskedő társaság emelt. Idén lesz 260. évfordulója, mert hogy 1763-ban, most 23, igen, 260 évvel ezelőtt az egyik előadásom a szakrális témákról és helyekről szól, úgyhogy itt is most elvágom a fonalat. Gondolom mindenki ismeri, vagy találkozott már ezzel a műemlék keresztel, de sok minden rejtett titka van, amit majd adandó alkalommal el fogok mondani. Tehát ez Szentendre főtere. Ugyancsak Szentendre főterét látjuk egy másik, egy későbbi felvételen. Az épületek formája, egymáshoz való kötődése, minden ugyanaz, a képnek más a hangulata, nem csak a közötte eltelt pár évtized miatt, hanem azért is, mert az egyik egy kicsit felülnézetből lett lefotózva, kevesebb ember áll az utcán, és itt van egy közeli felvétel erről az előbb említett korona szállodáról, ami a háború után a szocializmus első, nem végig békeétteremként működött, de nem szűnt meg, nem kapott más hasznosítást, tehát azt mondhatjuk, hogy a város talán legrégebbi és mind a mai napig működő kávéháza, illetve vendéglője ről készült ez az ugyancsak múlt század elejé
képeslap. És közvetlenül a baloldali kis ház mellett van egy sikátor, ami ezt a látványt adja, ha a főtérről elindulunk. Az előbb említett Csiprovacska vagy Péter Pál templomot látjuk. Az a gyönyörű, és mutatok egy másik felvételt, amikor innen a Csiprovacska templom felől megyünk ugyanezen a sikátoron keresztül a főtérre, akkor pedig még áthaladunk a sikátoron, az másik templom, a főtéren álló gyönyörű Blagoveszenszka templom tárul fel előttünk. Ugye az emberbe felmerül, hogy vajon a véletlen szülte ezt? Hogy van egy keskeny sikátor, 20 méter, maximum 30 méter lehet. És ha innen megyek oda, akkor is egy 18. században épült templom egész teste jelenik meg előttem, és ha onnan jövök errefelé, akkor is. És mindez az intimitás, mert hát ezek a kis sikátorok, amikkel elég sűrűn be van hálózva az óváros, okozzák ezt a titokzatosságot, intimitást. Az egyik legizgalmasabb városképi látvány itt a főtér környékén, és csak nagyon röviden. Jobbról látjuk ezt a bizonyos, eredetileg 6 részből álló kereskedőháznak egy részletét. Mellette áll a többször már említett Blagoveszenszka templom, mind a mai napig szerb-ortodox templom, gyönyörű ikonosztázzal, aki még esetleg nem látta, érdemes bemenni, időnként nyitva van. Baloldalt emeletes 18. századi kereskedő házak közül látunk kettőt. A belsőről hadd mondjam el, hogy a kapu ívének középen, a kapu záró kövén 1737-es évszám van bevésve a kapuzárókőbe. Tehát ez a rész, ez tényleg a legrégebbi város rész egyike. És akkor itt van velünk szembe egy égbe tornyosuló barokk templom és egy két emeletes barokk polgárház között. Ez a kis, pici, fehér, úgy szoktam mondani, hogy ilyen mézes kalács házikó hangulatát keltő épület. Döbbenetes látvány. Tehát amikor az elején azt mondtam, hogy szabálytalanság, hogy váratlan látványok, hogy kiszámíthatatlan találkozások, méretben, színben, elképesztő kontrasztok, így fogalmazta meg, méretben, színben, formában, hát akkor erre az egyik legjobb példa ez a látvány. Hát tudom, hogy ezerszer elmentek már mellette, de talán ezután, amiket most itt hallanak, illetve látnak, egy kicsit más szemmel is fogják nézni. Na, közelítsünk ehhez a különleges kis házhoz. És mit látunk? A jobboldali utca lejtésben van, és elég hamar kanyarodik, eltűnik. Nem tudom, hogy hova vezet. A baloldali utca emelkedik, és nagyon hamar kanyart vesz, és nem látom tovább. Hogy jobboldalt az előbbi templomos képen nem volt látható, de itt most igen, a város egyik legértékesebb, legszebb copp stílusú emeletes épülete áll, az 1700-as évek végén épített, szerviskolának épített palotát látjuk. Hogy lehet ennek a tőzszomszédságában az utca szélesség nem több 5 méternél? Hogy lehet a tőzszomszédságában egy ilyen látványú ház? Na, mielőtt ebbe egy kicsit
behúznám magukat. Nézzük meg, hogyha elindulunk balra, tehát ezen a picit emelkedő utcán, hogy könnyebben beazonosítható legyen, itt van rögtön az utca elején az Aranysárkány étterem. Ezt a látványt kapjuk. Egy gyönyörű, gyönyörű 18. századi épület. Mellette egy másik 18. századi emeletes épület, az úgynevezett Szofrics ház. Nem mellesleg hosszú időn keresztül Onodi Béla a festőművész, a Szentendrei Művésztelep egyik alapítójának volt házasság révén a lakás, a műterme. Aztán utána következik még egy ház és vége is, az pedig az Avakuvomics család régi patinás szentendrei szerb család háza, zárja le a sort, majd jön egy kis sikátor, a ház sikátor felé néző oldalán emléktábla, ami felidézi ezt a 18. századi költőt, zenészt, az Avakumika hangszer feltalálóját, és a kis sikátornak, ami egy méternél nem szélesebb, a másik oldalán már a szerb püspöki templom kerítését és telkét látjuk, illetve annak a kőfalát látjuk, és amellett megyünk el, de két ember egymás mellett nem fér el, olyan keskeny. Tehát feljöttünk ezen a 15-20 méteres kis emelkedőn, szemünk elé tárul ez a látvány, ugyanígy megvan most is ez a ház, de mások a nyilászárók, tehát hangulatában már nem ilyen. De a festők, ugye, mert most elsősorban az ő szemükkel járjuk be Szentendrét, és jobbról eltűnik az utca, itt van egyébként most a Vajda Lajos Múzeum, Vajda művek nélkül hosszú ideje, csak hogy el tudjuk helyezni megint magunkat. Ugyan innen, ahol álltunk, és ezt a látványt vettük, jobb kézre felől lefelé jön egy kis sikártor lépcső, amin ha lejövünk, megállunk és visszanézünk, akkor ebben az osztott üvegű homlokzatban Ferenczi Károly egykori műtermét látjuk. Ugyanis az a ház, ami a lépcső tetején van, az a ház, ahol Ferenczi Károly családjával az 1890-es években, 80-as évek végétől egy néhány évig lakott, és ez az a híres, nevezetes ház, ahol két nagyhírű művész gyermeke ikrekként meglátták a napvilágot. Tehát ebben a házban Ferenczi Béni és Ferenczi Noémi. Ha most erre a kis általam Mézes Kalácsházikonnak nevezett épülethez közelítünk, akkor azt az érdekes észrevételt tesszük, tehetjük, hogy ez csak így szemből a főtér felől nézve ilyen kis pici házikó, ami, mivel lejt az utca, már egy 5-10 méterrel tovább eső részén már egy emeletes ház. Ami így nézett ki, még az 1970-es években is, nemhogy az 1920-as években, amikor a festők itt elárasztották a várost. Tiszta Balkán. A nyílászárók, az egész homlokzat kiképzés, és ha bementünk volna, most is bemehetünk, de most azért már más a látvány, tehát aki akkor bement, az ilyen belső teret talált. Hát erre már nem egyszerűen azt mondom, hogy hangulatában tiszta Balkán, ez már tiszta középkor. És a másik felvétel, ami itt készült, úgy szintén ilyen hangulatot
áraszt. Ez az az épület, és ez az a belső tér, ahol a felvételek egyébként az 1970-es években készültek, tehát nem ősidőkben. Az 1970-es években ez még így nézett ki. Itt nyitotta meg üzletét az akkor országszerte ismert és híressé lett Hemző Ilona, itt nyitotta meg a régiségboltját, illetve ebben az udvarban nyílt meg ugyancsak a 70-es évek második felében a miniatűr színpad, amikor már a Szentendrei Teátrum dübörgött, azt lehet mondani, akkor itt ebben az udvarban felújítva, de nagyon szépen, nagyon igényesen megőrizve ezt a nagyon vonzó, különleges régi hangulatot, tehát ezt megőrizve újították fel, és lett belőle a miniatűr színpad mellett, amiként az udvaron volt a Nosztalgia Kávéház, biztos sokan emlékeznek rá. Na most vegyünk egy utcaképet, ugye most a Bogdányi utca elején jártunk, tehát ha távolabbról az utca észak felé eső részéről visszatekintünk, akkor ilyen utcaképet kapunk. Itt az utca elején látjuk azoknak a házaknak az együttesét, amiben most, amelyek közül az egyikbe be is léptünk, baloldalról pedig ezt a gyönyörű szép főtéri Blagoveszenszka templomnak a tornyát látjuk. Na most olyan hangulatot árasztott az utca, még a 70-es években is, aztán később ez az utca lett a Bóvli utca, a Gicsárusok utcája, amikor ugye rázódult, mint a cunami az idegenforgalom Szentendrére, és egymás után nyíltak a különböző idegenforgalmat kiszolgálni kívánt üzletek, elképesztő nagy kavalkádjával az olcsó gicses ajándéktárgyaknak, de ez egy másik történet, amikor a festők Szentendrére kezdtek jönni, majd beleszerettek a városba, és gyökeret vertek itt, és úgy érezték, hogy ezt nem lehet itt hagyni, akkor így nézett ki a város. És ugyanennek az utcának, ha már ide most egy kicsit bekalandoztunk, a vége felé áll ez az épület, a Bárciházi Bárci család egykori nyaralója, vadászháza, majd később szanatórium és üdülő, és ez lett az az épület együttes, a mögötte lévő óriási, gyönyörű, egészen a Dunáig lemenő őspark, ami a híres szentendrei régi művésztelep befogadó helyéül szolgált. Itt alakult meg, itt indult el útjára 1926-ban a Magyarország 5 történeti művésztelepének egyikeként számon tartott szentendrei régi művésztelep. Ugye kezdetben volt Nagybánya, Kecskemét, Szolnok, Gödöllő 1905-ben, és időben ezeket követően alakult meg a szentendrei régi művésztelep. Azért mondjuk, pár évtizede réginek, mert 1969-ben fent Püspökmajorban átadták az új művésztelepet, itt is 12 műteremházzal, és hogy a kettő megkülönböztethető, jobban megkülönböztethető legyen egymásról, ez lett a régi művésztelep és az az új művésztelep. Zárójelbe hadd jegyezzem meg, hogy Szentendre az egyetlen olyan település Magyarországon volt és van, ahol 2 képzőművészeti művésztelep létesült
az évtizedek folyamán. Olyan település van, ahol egy képzőművészeti és mondjuk egy kerámia vagy más műfajt segítő és szolgáló művésztelep is van, de olyan, hogy két festőket, szobrászokat és túlnyomó részt festőket befogadó művésztelep létesült volna, olyan nincs több. Menjünk tovább. Ez a városkép már egyszer hasonló, vagy ugyanebben a látószögből bemutatásra került, és most a továbbiakban olyan felvételeket fogok mutatni, ami bemegy részben itt ezek a házak közé, részben a templomdomb alatt. Emlékeznek rá, amikor megérkeztünk a főtérre, és azt mondtam, hogy mint a tortaszeletek karéiban, szorosan egymáshoz simulva emeletes kereskedő házak helyezkednek el. Most a következő néhány felvétellel ezeknek a házaknak az udvarába fogunk betekinteni fölülről. Nem tudom, hogy tudja-e mindenki, hogy a templomdombról mind a mai napig, oda szabadon föl lehet menni, nincs elzárva, nem kell hozzá semmilyen engedély, ha fölsétál az ember a templomdombra, és eltölt ott egy kis időt, és szépen a kő fal mellett megy körbe, akkor ilyen és ehhez hasonló látványokban részesül, tehát fölülről rálát és belát az alatta lévő épületek háztetőire, udvaraiba, belső lodzsáira. Na most, milyen kifejezéseket használtam? Gyönyörködtető kócosság, összevisszaság. Itt a háztetőknek valami olyan elképesztő, szabálytalan, egymásra borulása, egymáshoz illeszkedése található és látható, és talán meg lesznek lepve mind a mai napig. Tehát ha valaki fölmegy holnap a templomdombra, akkor ugyanilyen látványban részesül, vagy részesülhet. Annyi változás, a régi kémények ugyanúgy ott vannak, a háztetők méretének, dőlésszögének az összevisszasága ugyanúgy ott van. Egy-két helyen a tetőjavításnál mostani kék alumíniumot, plét használtak, és ez egy kicsit megváltoztatja. Most ilyen felvételt nem hoztam, de a lényeg az ugyanez. És hadd mondjam el, hadd hívjam fel a figyelmüket egy hát elképesztő jelenségre. Velünk szembe lévő ház oldalában áll egy létra. Ez a felvétel a 30-as években készült. Ez a létra most is ott áll. Lehet, hogy elkorhat, és kellett egy újat csinálni, de a létra ez a padlásnyílás alatt most is ott áll, és ugyanez az együttes az egyik legkorábbi Szentendre látkép, legkorábban készült szentendrei látképen is megörökítésre került. És akkor mutatok még egy ugyancsak ilyen felvételt, ahol a havas háztetők miatt még jobban érvényesül, és még izgalmasabban látható, hogy itt miről is van szó. Most egy kicsit odébb megyünk, nevezetesen a Szamárhegy déli lábához, a Rabrábi térre, a régi nevén Béketérre, ami így nézett ki akkor, amikor a festők ide megérkeztek, háttérben a szerbpüspöki templom tornya, középen folyik el a Szamárhegyről lefolyó szennyvíz és esővíz, ugye akkor még
messze nincs csatornázva a város, és velünk szembe a város egyik leghíresebb épülete, az úgynevezett Rabrábi ház, aminek a kapuzáró kövén 1768-as évszáma kő négy sarkába került bevésésre, mellette a Szentendre egyik nevezetessége, hírességeként számon tartott kacsárnya ajtó, kacsárnya ajtó, azaz az utcáról a pincébe vezető, borospincékbe vezető lejáratot, ajtót nevezték kacsárnyának, az egész óváros tele van, mind a mai napig, megint csak hangsúlyozni szeretném, mind a mai napig ilyenekkel. És akkor egy-két kép a híres Szanárhegyről, amiről Szántó Imre képzőművész, nagy mesemondó azt találta mondani és le is írni nagyon szellemesen, hogy a Szamárhegy a Magyar Balkánia és a miniatűr Montmartre. A Magyar Balkánia ezért, Magyar Balkánia azért a milliójért, amit ezen a fotón is látunk, és miniatűr Montmartre pedig azért, mert ez volt az a városrész, ahol a tavasztól őszig, tehát szezonálisan a városban tartózkodó festők többsége úgynevezett hónapos szobát bérelt magának, tehát itt mindig sok festő lakott a Szamárhegyen, és nagyon sok festő festette ezt az igazán különleges, és mindehhez hozzátenném, és ez még a 100 évvel ezelőtti Szentendrére is vonatkozik, hogy mindez 20 kilométerre a fővárostól. Ez is a Szamárhegy. Hát ez a Magyar Balkánia kifejezés, jó néhány vagy sok ilyen fotót nézve az ember bizony azt mondja, hogy deteli találat. És akkor még egy utolsó kép, a Szamárhegyről, ha a malom közben jövünk le, itt is látjuk, folyik el szabadon az esővíz Szamárhegyről le a szennyvíz, ez érkezik meg a Rabrábi térre, amit egy másik felvételen láthattunk, és ez az épület, az a 19. századi fűrészmalomnak a déli szárnya, amit aztán később elbontottak, ennek a fűrészmalomnak az itt most nem látható középső és északi szárnya lett, ből létesült a művészetmalom, majd ennek az elbontott épületrésznek a helyébe 2011-ben újra fölépítették a déli szárnyat, de az már természetesen teljesen másképp néz ki. Ezzel a felvétellel átlépek annak a Szentendrének, nem másként fogalmazok, továbbra is a régi, a 100 évvel ezelőtti Szentendrét szeretném mutatni, és azon tovább vezetni titeket, önöket, de mostani fotókkal. És akkor szeretném azt is elmondani, hogy az ezután következő színes felvételek mindegyikét Paraszkai György képzőművész fotós készítette, ugyanis amikor 2009-10-ben a Partmoziban elkezdtem ezeket az előadásokat tartani, akkor volt egy olyan két éves sorozatom, aminek az volt a címe, hogy Valamikor régen. És akkor került sor arra, hogy a Gyurival elkezdtük járni a várost,
én kerestem a témákat, és fedeztem fel egy csomó, hiába raktam már évtizedek óta Szentendrén, nem ismert, vagy nem figyelembe vett részletet, és Gyuri, mivel gyakorlott fotós, és egyáltalán imádja az ilyen munkát, ilyen közegben való mozgást, boldogan jött velem, és így 2 vagy 3 éven keresztül, hát kis túlzással mozaikokra szedtük Szentendrét. Tehát nagyon fontos. A festők ugyanezeket láthatták, amint az a festményeken, majd az elkövetkezendő előadásokban igazolva lesz. De amire most az itt ülőket, illetve a hallgatók figyelmét szeretném felhívni, hogy mi, akik most itt élünk, ezeket a ezekben a látványokban részesülhetünk. Ezek itt vannak most is. Egy titka van, hogy nem szabad rohanni, nem szabad másra figyelni. Ha a cetlit nézem a kezembe, hogy mit kell a sarki boltban megvennem, akkor egy ilyen látványt, mint amit ez a fotó tár elénk, az öreg kémények, az egymással ilyen-olyan szögbe találkozó háztető síkok háttérben, most éppen a püspöki templom tornya egy másik képkivágásban, a középkori római katolikus templom barokk tornya egy kis keskeny sikátorom keresztül tekintve, vagy ha a Dumcsa Jenő utcában megyünk, ha hiszik, ha nem, ez a látvány ugyanígy elkapható most is, csak ehhez meg kell állni, ha mondjuk a főtér felől jövök, meg kell állni, egy kicsit jobbra kell fordulni, és mindez élőben és közelről lebilincselő tud lenni, komolyan mondom. De el is lehet mellette menni úgy, hogy semmit nem látunk. Na, ez már egy olyan felvétel, és most igen. Hoztam egy-két nagyon találó, és számomra legalábbis, hát majdhogy nem megrendítő sorokat festőktől, hogy mi az, ami őket megragadta Szentendrében, egy kicsit előre menve a későbbi témákban. Barcsai Jenő például. Szentendrének köszönhetem, hogy ki tudtam alakítani a stílusomat. Az első időkben a város nem érdekelt egy szikrát sem. Rá sem néztem, úgy rohantam rajta át. Rá sem pillantottam azokra az érdekes részletekre, tűzfalakra, kerítésekre, csak a dombok, a nagy formák, a tömegek gyűrődései, csak ezek vonzottak. Ilosvai Varga István, akire Dein Pál azt mondta, vagy úgy jellemezte őt, hogy a Szentendrei utcák poétája. 1934 őszén végleg kiköltöztünk Szentendrére. Második szülőhelyemmé vált. Itt bontakoztam ki, itt alakult ki a stílusom, amiben nagy része volt e kedves kis lírai hangulatú és egyben erősen konstruktív városkának. Íme egy téma, vagy egy képi kompozíció a város konstruktív vitásáról, és ilyet még számosat lehet, és fogok is néhányat mutatni. Szántó Piroska. Eleve művészeti élet zajlott a furcsa kisvárosban. Nem csoda, ha magával rántott, hiszen minden megvolt benne. Az a mulatságos szerkezet, amibe a dombra felrohanó városmag összeáll, a hegyek lágy tektonikája, a szerb templomok sűrű aranya, az, hogy a város szaga, színe, tarka népessége hogy alakít ki egy minden sarokról nézve más jellegű, de egyúttal nagyon egységes és egyéni képet. Hát
mikor én megtaláltam ezt a megfogalmazást, hát újjongtam, komolyan mondom. Ugyanis én magam fedeztem fel, amit Szántó Piroska itt leír, és ezek szerint ő is felfedezte, hogy Szentendre egyik csodája az, és itt utalok vissza a kezdetben mondott jellemzésre, hogy kis távolságokon belüli nagy változatosság, tehát ez nagyon-nagyon lényeges jellemzője a városnak, hogy megyek 10 lépést, és egy egészen más látványt tud a szemem elé kerülni, mert az a háztető szakasz, ami eddig letakarta a mögötte lévő másik templomnak a tornyát, vagy az azut a mögött lévő öreg kémények és a templomtorony együttesét, az láthatóvá válik. És ez nem kell 100 métereket vagy kilométereket gyalogolni, egyszerűen csak nézni és figyelni kell. Igen, lírai hangulatú és egyben erősen konstruktív városkának. Most el sem tudom képzelni, hogy máshol éljek. Halálosan összefonódtam Szentendrével. Na, menjünk tovább. Hát kell ennél tökéletesebb képtéma? Ha már abból a szempontból nézzük, hogy konstruktív karaktert fedeztek fel a festők rögtön a kezdetén. Hát nem teljesen érthető, szóval ilyen képkivágások, és erre még azt szeretném elmondani, hogy mivel mindegyik fotó elkészítésénél ott voltam én magam is a Paraszkai György mellett, szóval ezeket nem kellett vadászni, ezekre nem kellett keresni, hogy na, keressünk egy érdekes, szép témát, hanem volt úgy, hogy téli fotózásnál, hogy már szétfagytunk, és nem tudtuk abba hagyni, mert féltünk, hogyha most azt az oda belátok látványt nem örökítem meg, akkor vagy elfelejtjük, vagy mire visszajönnénk ide, addigra kilombosodik az a fa, ami most éppen csupasz, és ezért látható mögötte az, ami. És akkor még néhány ilyen. A bájos szabálytalanság, sutaság. Ugye Barcsai azt mondja, hogy elrohantam azok a gyönyörű tűzfalak mellett, nézzék meg ezt a színt, ez most is ilyen egyébként. Na, itt idézek még ide, nagyon megy az idő, és már végéhez is értem szinte az előadásomnak. Bálint Endre meg volt. Ámos Imrétől idéznék még egy rövid részt. Gyönyörű kis városka, tele készen megkomponált témákkal. Öregszűk utcácskák, régi kapuvajjak, egy gyönyörű elhagyatott, romladozó templom, valami furcsa légkörrel telítik ezt a helyet. És amit Szentendre számomra jelentett, életem, festészetem igazi tanúját és létrehozóját. Vagy Bálint Endrétől szintén. Persze az igazi kérdés, hogy ki mit vett a város jellegzetességeiből, a hosszú falakból, az egymásra boruló épületek intimitásából, itt is előjön az intimitás szó, a temetők hangulatából, és az utcácskák megtévesztő kanyarából. Tehát ezek evidencia szintjén jönnek elő, hogyha az ember Szentendrével egy kicsit behatóbban akar ismerkedni vagy foglalkozni. Tehát itt most irányítom a figyelmet nem csak erre az elképesztő tűzfalra, a fotó most nem láthatja, hogy ez milyen kis környezetben, milyen házak között látható, ez a színe miatt lett így külön lefotózva.
és nézzük meg ezt a másikat, jövünk le a templomdombról, ezt az okkersárgát. Egyáltalán ezeknek az épületeknek a megint szabálytalan együttlétét. Nem tudom, hogy mi az a kis sárga faluház. Egy kémény van rajta, de az egész a másik oldalra néz, felém titkot rejt. Egy hosszú tűzfal mellett jövök el. Vagy itt ez a sárga. Tehát ezek olyan festői motívumok, és megint szeretném hangsúlyozni, ezek most készült felvételek, vagy mondjuk 10 évvel ezelőttiek, de ez például, ez a főtéri OTP ház mellé becsatlakozó háznak a teteje és kéménye, ez most ugyanígy néz ki. Vagy az belváros egyik legizgalmasabb és legszebb homlokzatának a mai Kovács Margit Múzeum Vastag György utca felőli bejáratának a homlokzata. Minden eredeti úgy, ahogy ez a 18. század közepe táján elkészült, és az egész utca maga 5 méter széles. És akkor egy-két példát mutatnék, a ma már sokszor említett, festők által is vidézett, ez a mindenhol kanyar, mindenhol hoz és ír egy ívet az utca, utcácska. Jó, ezzel a felvétellel végére értem a képanyagnak, és most még néhány olyan képet válogattam be a mai anyagba, mert majd meglátjuk, hogy a festőknél ez is egy komoly témaforrás lesz, a mindennapi élet a városban. Tehát ők nem csak az épületeket, nem csak utcaképeket, egymásra boruló háztetőkben meglátott konstruktív akármit festettek, hanem festették, mivel természetelvű, látvány után festő, plenerező festők voltak, látvány festették azt az életet, azt a világot, amit maguk körül találtak. Boromisza Tibor nagyon találó megfogalmazása a többi festőre is igaz. Boromisza a 20-as években azt mondta, vagy írta valahol magáról egy interjúban, ha jól emlékszem, hogy én mindig azt festettem, ami körülöttem volt. És ez igaz Nagybányára, igaz Szentendrére, igaz a Hortobágyra, a Balaton környékére. Mindenhova. Tehát ezek az életképek ezért lehetnek érdekesek. Ugye megint itt vagyunk a Dunaparton. Tele volt a város kis vendéglőkkel, kis kocsmákkal. Lent a Dunaparton, ez történetesen a Dunaparton volt a Behein Pál étterme, kávézója, hajókötő, hajókikötő közelében. Vagy egy városbeli családias háznál tartott borkimérés kis vendéglőről készült felvétel, és a mindennapi élet szokásaihoz kettőt hoztam, a szüreti mulatságok, amik ebben az időben még évről évre megrendezett események voltak. Itt egy 1923-ban megrendezett szüreti mulatságról készült felvételt láthatják középen Váradi ügyvéddel, és a híres-híres augusztus 19-i szerb búcsú alkalmából a Bogdányi utcai Preobrazenszka templom udvarán kólót táncoló sokaságról, a búcsút ünneplő hívőkről és közönségről készült ez a felvétel. Ez is
egy nagyon jellegű festők itt tolongtak a augusztus 19-i szerb Bucsukon, majd később fogok erről egy kicsit bővebben beszélni, és most már tényleg 4 vagy 5 zárókép, ezzel már egy hangulati bevezetés, ugyan egy hónap telik el a következő előadásig, a festők, akiket megbabonázott, mindaz, amiből én most csak egy morzsányit tudtam bemutatni. Perlo Csaba Vilmost látjuk ezen a felvételen. Kmetti Jánost a Szamárhegyen. Czóbel Béla indul festeni. Bogdányi utcai házukból. Modok Mária ugyancsak kint a szabadban plenerez. Hát ennyi. Köszönöm a figyelmet, és azt tudom tanácsolni maguknak, hogy, vagy nektek, hogy ha eddig ez nem történt meg, mert azért a 15 év alatt én ezt a emeljünk el a fejünket, és lassan sétálva is menjünk Szentendrén, ne csak a dolgainkat intézve. Ezt már nagyon sokszor elmondtam, de remélem, hogy most bizonyítékot tudtam hozni arra, különösen a Parackai György által készült fotókon keresztül, hogy ez nem a messze múlt, ennek nagyon nagy része még most is itt van, és most is elérhető és látható. És nem tudom, ti, önök, hogy vannak azzal a kérdéssel, hogy érthető, hogy a Szentendre ide bilincselte a festők nagyon nagy sokaságát, nagyon nagy számú festőről van szó, akik évtizedeken keresztül modellként használták a várost, de már nagyon szép kifejezésével élve Szentendre volt a múzsájuk. Olyan alkotási lázban voltak, különösen a két világháború. Ugye? Megy még? Különösen a két világháború között, amikor olyan szegénységben éltek, hogy az mai ésszel már nagyon nehéz felfogni vagy elhinni, és a remek művek, a már lezárt életművek vonatkozásában is az idő próbáját kiállt remek művek, főművek születtek. Na most itt snit, mert ha elkezdem, akkor nem tudom, hogy látom. Thank you.